Szeretettel köszöntök mindenkit. Ég és föld ölelésében három része a következő módon tagolódik. Az első két órában, vagy másfél órában arról szeretnék beszélni, hogy milyen is az eredendő gondolkodás, milyen a kisgyermeknek a gondolkodása. Mi felnőttek meg vagyunk győződve arról, hogy a kisgyermek ugyanúgy gondolkodik a világ felől, mint ahogy mi, pedig ez nem így van. Valamikor, amikor az ember még nem szakadt ki el a mindenségből, akkor így volt, de mióta elszakadtunk, kiszakadtunk, azóta gyökeresen más a kisgyermek gondolkodása, mint a felnőtté. Tehát ez lesz az első rész. A második részben összefüggő hármasságról lesz szó, mégpedig a rajzi jel, a hang és a szó összefüggő hármasságáról. A harmadik részben, ha még bírják, akkor megint csak összefüggő hármasságról beszélek majd. Ez pedig nem más, mint a őskép, a játék és a mese. A sorrend az nem így van, őskép, mese és a játék. Tehát a három résznek ez lesz a tartalma, és a gyerekrajzok segítségével közelítjük az eredendő világképet. Fővárosi kislánynak a rajza valamikor a 80-as évek közepén követte el. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mikor rajzolta a gyerek a rajzot, mert egyre rosszabbak a gyerekrajzok. Ez nem abból következik, hogy a gyerekek egyre rosszabban rajzolnak, hanem egyre rosszabb a kisgyereknek a környezete. Bizonyíthatóan. Olyan óvodában rajzolt a leányzó ezt a képet, ahol feladatot kaptak a gyerekek. Rajzi feladatot kaptak. Rögtön az elején, hadd mondom hangsúllyal, hogy a kisgyermeknek semmiféle feladatot nem szabadna adni. A lehetőségét kell teremteni annak, hogy a kisgyerek játszon, és játszon addig, amíg bele nem fárad a játékba. A régi társadalomban se a polgárcsalád, se a parasztcsalád nem adott 7 éves koráig semmilyen feladatot a gyereknek. Gyerekségében kell megerősödni, és hogy mivel kell megerősödni, hát azokról szólok majd bőségesen. Itt feladatot kapott a gyerek természetesen, mert akkor ez természetes volt, központilag előírták azt, hogy a gyereknek mindenféle feladatot kell adni az óvodában, egyebek között rajzi feladatot is, hogy fejlődjék. Azt a feladatot kapta társaival együtt, hogy rajzolja le a hétvégi élményét. Ez olyan bravó feladatok közé tartozik természetesen. Felnőttnek is megviselő dolog, de a gyerek az hallgat a óvónénire, ha szereti az óvónénit, akkor különösen, és eleget akar tenni a kérésnek. Elkezdte rajzolni a sátrat, amiből egyértelmű, hogy a hétvégén kirándulni voltak. Nagyon árulkodó ez a sátor, mert erre a sátorra rárajzolta az antennát, méghozzá a televízió antennát. Ugyanis a városi ember, ha kimegy a természetbe, ahol benn kellett volna maradnunk, akkor viszi magával a hordozható televíziót, ha van neki ilyen, ha nincs, akkor a rádiót viszi magával a kinyitható asztalt, a kinyitható széket, a kávéfőzőt, hadd ne sorolja. És bent van a sátorban. Nagyon sok esetben megfigyeltem azt, hogy a kisgyerek vagy a kisgyerekek szeretnék, ha legalább hétvégén apa vagy anya játszana velük, de hát ők nézik a filmet. A feleség az nézi a Szappan operának a egyik részét, az ember meg alig várja, hogy a meccs közvetítése elkezdődjék a televízióban, hiszen ezekről nem szabad lemaradni. Csak szépen fokozatosan az ember lemarad saját életéről. Szóval tapasztaltam azt, még a gyerekvilág műhelytáborban is, hogy a kisgyerek az berúgja a labdát a sátorba, és amikor harmadszor teszi, akkor már megjelenik apa,
Na nem játszani jelenik meg, hogy, hanem az anyád. De a kisgyerek számára nem az antenna a fontos. Az az antenna a fontos, ami nincs rajta sátron. De rajta van minden olyan formán, amelyik fölfele, az égfele nyúlik, így rajta van a sátor háromszögén is. Ez az antenna az ő gondolkodásából következik. Tehát minden sátorforma, a háztetőnek a sátra is, a gyerek gondolkodását, a gyerek nyilladozó gondolkodását, ami lelke kedvébe fészkel, azt viszi fölfele, keresi az égit, keresi a égi üzenetet. Aztán érdemes odafigyelni arra, hogy igen hamar befejezte a sátor rajzolását, mert erről a sátorról egy másik sátor jutott eszébe. Ez a másik sátor pedig nem más, mint a királylánynak a hajasátra. Ez a rokonító gondolkodás. Nagyon ronda kifejezéssel, asszociatív gondolkodásnak nevezzük ezt. A gyerek soha nem azt rajzolja, amit lát, hanem amit a látvány kivált belőle. Amit eszébe juttat neki a látvány. Ez esetben a királylány hajsátrát juttatta eszébe, és még egy sátrat, a királylánynak a testesátrát. Nos, ez a két sátor hihetetlen fontos, nem csak a kisgyermek számára, de főképp a kisgyermek számára, mert a királylánynak ez a kettős sátra, ez a kettős anyaság, amely ősidőktől fogva jelen van a világban. A királylány hajasátra az anyai szeretetet, az áldozatos anyai szeretetet idézi meg, a királylánynak a testesátra pedig azt a fajta vágyakozást, amely minden kislányban benne van, hiszen vele születik, hogy fölnőve majd anya legyen belőle. Ez a kettős anyaság. Érdemes arra is odafigyelni, hogy csak nálunk magyaroknál, kereszténység előtti hitünkben már jelen van ez a kettős anyaság. Ugyanis ismertük boldogasszony, és boldogasszony kettős. Nagy boldogasszony, akinek égi foganással lánya születik, a kis boldogasszony, aki szűz. Ez a kettős anyaság, boldogasszony képünk kettős anyasága eredendő, kapott. Nem kitalált, hanem ajándékba kapott, megtalált. Népünk, amikor ideje érkezett, hogy ezt megtalálja, akkor megtalálta, és azóta is ez a nép őrzi ezt a kettős anyaságot. A kereszténységben nagy boldogasszony, a hajsátor szentonnává személyesül, az ő szűzlánya, kis boldogasszony pedig Szűz Mária lesz. Úgy tűnik, hogy nem elég az, hogy minden gyereklány a világ minden pontján azzal a belső késztetéssel születik a világra, hogy fölnőve anya legyen, ehhez kell a környezetében az áldozatos anyai szeretet is. Mert csak így folyamatos az ember élet a világban. A legfontosabb forma, amit látnak ezen a képen, a királylány forma. És hogy ez szentséges anyaság, azt nem nekünk kell kitalálni, azt a kislány jelzi a koronával. Szentséges anyaság. És erről a kettős sátorról is, hasonlóképpen kiránduló sátorhoz, ennek a csúcsáról is, korona csúcsáról, antenna indul fölfele, keresve az ég középpontját. Ez esetben az ég középpontja az ő rajzi jele, ott fönt, a gyöngysor. Kiváló rajzi jelet kapott az óvodában. Nem lehet elégszer mondani, hogy jó rajzi jeleket kell adni a gyereknek. Nagyon sok esetben találkoztam olyan rajzi jellel, hogy a kisgyereknek mokkás pohár volt a jele. Azt én elhiszem, hogy az óvónéni nagyon szereti a fekete kávét,
de azért a kisgyereknek nem okkás pohár legyen a jele. Olyan jele legyen, ami az ő lelkébe fészkelő ösképet előhívja. A gyöngysor a szűz megidézője. A régiségben csak lányok hordhattak gyöngyöt magukon, amikor asszonnyá váltak, azt már nem hordhatták, sőt a magyar lányoknak gyöngyös pártájuk is akadt. A kisgyerek rajzi formái között is ott van a gyöngyel rokon, kicsi karika, illetve kicsi folt, ami a szűzséget, a gyerek még szűzségét idézi meg. Egyértelmű az ő lelke vágya, az ő belső késztetése és törekvése, el kell érni a szűzségnek azt az égi magas fokát. Igen sok esetben hallom a szülőktől, hogy ez a büdös gyerek az a szobájába is föl akarja veretni a sátrat. Igen, a szobába is kell neki a sátor. A sátor természetű védelem. Ha nem veri föl apa neki a szobába a sátrat, akkor tesz róla, különösen így. Ilyenkor, amikor az élőfény már nagyon kevés, amikor a bentbe szorul a életünk, amikor az anyában élünk, ha akarjuk, ha nem, nagyon fontos számára a kuckó. Akkor fog egy széket, oda teszi az asztala mellé, arra ráteszi a pokrócot, de tesz arról, hogy ott legyen a sátorral teljesen rokon, bensőséges dolog, ami az anyaméhet idézi meg. De kell ilyenkor az anyamének a melege. Ha tovább vizsgáljuk ezt a rajzot, mert minden gyerekrajz beszédes. Minden gyerekrajz kivétel nélkül. És jóval gazdagabb a gyerekrajz beszéde, mint amennyit mi felnőttek föltételezünk arról. Érdemes megfigyelni azt, hogy a királylány mellett találunk két őrzőt. Természetes, hogy van mellette két őrző, hiszen valahányan mi emberek életfák vagyunk. Valahányan. Az életfa velünk, bennünk létező dolog, az életfa pedig nem más, mint a mindenség alaprendje. Szoktam volt mondani, hogy jó esetben embernek a feje az a felső világot idézi meg, a szellem világát. Az embernek a gyomra, nőnek a méhe, nemzőszervek, azok pedig az alsó világot idézik meg. Az általános életfánál is ugyanez van, ami rendszerint nálunk magyaroknál vagy fában, vagy virágban valósul. A közbülső pedig mindig osztott. Részbe fölfele csatol, a teremtő szellemre utalón, részbe pedig lefele hajul anyához. A teremtő fényt, óhajtó és örökké befogadó anyához. Nos, ezek a királylányok is életfák. A fej és a korona a fönti világ, a testnek a sátra a lenti világ, a anyasság vágy, a fény szomjúsága, a haj az lefele csatol az alsó világhoz, ez is az anyához tartozó, a kéz pedig fölfele lendül, a szellemvilágát célozandó. Tehát minden királylány kivétel nélkül életfa. Ne a gyerek nyilladozó értelmét vonjuk felelősségre ezért, mert ő ezt nem tudja. Neki erről belső tudása van.